A koronavírus járvány indulása óta Bátaszéken is a legfontosabb feladatok a védekezést szolgálják, mondta Bozsodik Róbert polgármester. A legfrissebben bejelentett korlátozó intézkedések érdekes helyzeteket hoznak majd, tette hozzá. Mi is tanulmányozzuk a miniszterelnök úr által bejelentett és néhány órán belül valószínűleg meg is jelenő jogszabályt, ami korlátozni fogja az emberek mozgását. Égnek a vonalak a Városházán is, hogy ez mit fog jelenteni, mehet-e munkába, mehet-e bevásárolni, hogyan tudja a napi életét rendezni. Igyekszünk minél gyorsabban mi is információkat szerezni, és ezt a közösségi oldalainkon meg is fogjuk osztani az elkövetkezendő órákban. A rendőrség, rendőrösnek a vezetőjével is beszéltem néhány perccel ezelőtt, ők is tanulmányozzák, hogy velük, tehát tőlük mit vár el majd a rendőri vezetés. Azt gondolom, hogy olyan mértékben kell ezt alkalmazni, hogy kellő komolysággal, kellő odafigyeléssel, de nem elsősorban, tehát nem vegzálva is, és nem drasztikus módon kezelve ezt a jogszabályt. Természetesen a fő szabály most is él, aki teheti, az maradjon otthon. Gyakorlatilag a városunk is alkalmazkodott a veszélyhelyzetből adódó körülményekhez, és egy sor olyan intézkedést hoztunk meg, ami intézményeink életét, az intézményben szolgáltatást igénybevők életét, és hát a városunk mindennapjait is befolyásolja. Ugye elrendeltük a óvoda, illetve bölcsődei ellátásban a rendkívüli szünetet, ebből adódóan itt nem folyik már gyakorlatilag ellátás, viszont megszervezésre került az, hogy az étkezés továbbiakban is fent tudjon maradni. Idősek tekintetében is hasonlóan döntöttünk, az idősek napközi ellátásának szolgáltatását megszüntettük, viszont továbbiakban is gondoskodunk az idősek ellátásáról, mind a házi segítségnyújtás keretében, mind pedig az étkeztetés biztosítása keretében. Programot indítottunk a 70 éven felüliek ellátására. Itt önkénteseket sikerült bevonni annak érdekében, hogy aki igényli, azoknak a mindennapi bevásárlását, gyógyszerigényét megpróbáljuk megoldani. Sőt, az elkövetkezendő napokban kielemezzük, és ha tudunk segítséget nyújtani, akkor például a postai szolgáltatás kielégítésében is szeretnénk segítséget nyújtani. Itt szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani egyrészt a gondozási központ valamennyi dolgozójának, hiszen emberfeletti munkát végeztek az elmúlt 2 hétben, és még nagyon-nagyon sok minden vár rájuk. Köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik vállalják, hogy segítséget nyújtanak az időseknek, és hát köszönetet nyújtani az egészségügyben dolgozóknak is, hiszen azért nálunk is a házi orvosok, az asszisztensek, védőnők azért ott vannak a gáton, és adott esetben elvégzik a rájuk nehezedő feladatot. Az város életének más területén is kellett döntéseket hozni. Egyrészt a védekezéshez, ebből adódóan egy 3 millió forintos keretet hoztunk létre, ami a védekezéshez kapcsolódó és a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó költségeket próbáljuk ebből majd kezelni. Ezzel kapcsolatban már történtek is intézkedések, védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszereket vásároltunk, megkezdtük többek között a közterületen a fertőtlenítő munkálatokat. Megkezdjük a város területén a közterületeknek, közintézmények bejáratainak, szemeteseknek, nagyfőképp azoknak a helyeknek a fertőtlenítését, amelyek ugye több személy által látogatottak. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával egyeztettünk a felhasználható anyagokkal kapcsolatban, és az ő ajánlásaik alapján választottunk fertőtlenítő anyagot, amelyek ugye nem károsak amúgy az egészségre, de megfelelő hatással bírnak majd. Az időjárás most már kedvező ahhoz, mert ezekhez a vegyszerekhez, illetve hát a felhasznált anyagokhoz a száraz idő szükséges. Meg fogjuk ezeket tenni. Terveink szerint 2 naponta fogjuk megtenni, és természetesen olyan időszakban, amikor ugye a legkisebb a forgalom. Fogunk kapni másfajta hatóanyagot tartalmazó vegyszereket is, amelyek már a késő esti, tehát a még kisebb forgalom melletti fertőtlenítéseket, munkálatokat is lehetővé teszik. Azt gondoljuk, hogy ezzel hozzá tudunk olyan szinten járulni ezekhez a úgymond közterület tisztántartási feladatok végrehajtásához, amelyek elégségesek lesznek, ameddig ugye nem kapunk további
instrukciót, illetve nem születnek meg szakmai ajánlások vagy előírások ezzel kapcsolatban. A hosszabb távú védekezésre is vannak kidolgozó stratégiái a város vezetésének. Vannak hosszú távra szóló intézkedések, amelyeket nehéz lesz majd elfogadni. Ezek közé tartozik, hogy nem lesznek rendezvények az elkövetkezendő időszakban. A város gyakorlatilag törölte augusztus 31-ig valamennyi programját. Biztos, hogy nem lesz egyszerű ezt a mindennapokban feldolgozni, de azt gondolom, hogy most egy feladat van, túl kell élni, be kell rendezkedni egy olyan életformára, ami a közösségi életet korlátozni fogja, annak érdekében, hogy minél előbb átessen a városunk és az ország is ezen a krízis helyzeten. Mi próbáljuk azt kommunikálni, és ezt fogjuk ezek után is tenni, hogy ezt a helyzetet kellő higgadsággal kell kezelni. Ami alatt azt értem, hogy nem szabad elbagatellizálni. Tehát minden olyan óvintézkedést meg kell tenni, akár saját magunk részéről, azokat a szabályokat, amiket hallunk médiában, akár a közösségi találkozásra, akár a higiéniai dolgoknak a betartására, ezt komolyan kell venni és be kell tartani. És elsősorban az idősek tekintetében szeretném ezt kiemelni, hogy kérem, a rendelet szerint 9 és 12 óra között rendezzék el azokat a nagyon-nagyon szükséges dolgaikat, amik a mindennapi életükhez kell, és utána tartózkodjanak otthon. Mi megtesszük önkormányzati oldalról mindazokat a lépéseket, ami szintén a veszélyhelyzet érdekében szükséges. Csökkentettük hivatalon belül az ügyfélfogadást, vagy minimalizáltuk. Létesítményeket zártunk be, hogy a közösségi találkozási pontoknak a számát még jobban korlátozzuk. Úgy érzem, hogy a mátaszékiek most már kezdik komolyan venni, hogy baj van, és ennek megfelelően állnak a probléma kezeléséhez, de azt hiszem és meg vagyok róla győződve, hogyha összefogunk és mindenki betartja az alapvető szabályokat, át fogunk rajta jutni, és néhány hónap múlva majd arról fogunk mesélni, hogy nehéz volt, de megoldottuk.